A csakrákat elzáró akadályok feloldása. Ha már egyenes háttal ülsz és figyeled a gyertya lángját, lassan hunyd le a szemed, és lélegezz mélyebben. Mélyebben és lassabban. Vizualizálj egy nagy kaput, amely lassan kitárul előtted, és beléphetsz az örök nyár kertjébe, ahol minden csendes és nyugodt. A képzelet szárnyán indulsz erre a kirándulásra, hátizsákkal a hátadon. Zöld pázsiton haladsz, egyre beljebb. Illatos virágok, napfény és madár csicsergés teszi még szebbé ezt a napot számodra. Amint beljebb mész, egy kis szentélyhez, egy kis kápolnához érkezel. Amint belépsz az ajtón, a kápolna közepén fénylő fehér oltárt látsz. Olyan, mintha két belső fénnyel világító kockát helyeztek volna egymásra. Az oltár feletti tetőablakon bevilágít a ragyogó napfény. Olyan, mint egy fényoszlop, amely az oltárt még fényesebbé teszi. A szíved szentélyében vagy. Azon a helyen, ahol mindig csend, szeretet és béke uralkodik. Itt nincs sietség, nincs aggodalom, nincs nyugtalanság. A szíved isteni szeretetének fényében és békéjében pihensz. Most pedig vedd le hátadról a zsákot, és nézd meg, mi van benne. Kisebb-nagyobb, különböző színű csomagokat látsz. Először egy piros csomagot veszel ki. Ebbe vannak becsomagolva a félelmeid. Gondolatban nevezd meg őket, vagy írd rá a csomagra. Majd bontsd ki a csomagot, és helyezd az oltárra. Talán már látod, a tartalma is piros. Figyeld, amint a felülről beáramló fényoszlop, a krisztusi fény szeretete feloldja, fényé és szeretetté változtatja minden korábbi félelmedet. A következő csomagod narancssárga. Ebben van minden korábbi bűntudatod. Gondolatban nevezd meg, mi az, amiért bűntudatot érzel, vagy éreztél valamikor.
majd bontsd ki a csomagot, és helyezd ezt is az oltárra. Nézd, amint ez a narancssárga tartalom is fényé alakul, miközben érzed, hogy megbocsátasz magadnak minden cselekedetedért, szavadért és gondolatodért. És másoknak is megbocsátasz. A következő csomag aranysárgába van csomagolva. Ez a csalódásaidat tartalmazza. Azokat az élményeket, amikor saját magadban csalódtál, amikor saját magadtól többet vártál, többet szerettél volna elérni, de nem sikerült. Nevezd meg ezeket, vagy írd rá a csomagra. Bontsd ki a csomagot, helyezd az oltárra, és figyeld, amint a krisztusi szeretet mindent fényé változtat. Megkönnyebbülve érzed, hogy végre el tudod fogadni önmagadat olyannak, amilyen vagy. És ez teljesen jól van így. A hátizsákból most egy rózsaszínű szalaggal átkötött zöld csomagot veszel ki. Ebbe csomagoltad be minden bánatodat és veszteségedet, és mind a mai napig őrizgetted őket. Most úgy érzed, fölösleges ezt a terhet tovább cipelni. Amint a csomagot kibontod és az oltárra helyezed, minden bánatod és veszteségként megélt érzésed fényé válik. Világos kék a következő csomag színe. Jól tudod, hogy ebben rejtetted el azokat a féligazságokat, amelyekkel magadat vigasztaltad, ha valami nem sikerült. Most már nincs szükséged féligazságokra, hiszen szíved a színtiszta igazságot keresi. A féligazságokat nyugodtan kiteheted az oltárra, és fénnyé változtathatod.
A hatodik csomag sötét kék. Ebben van mindaz, amit korábban a világról és önmagadról elhittél. Van közte jó és segítő hit, és van közötte akadályozó, visszahúzó hit. Amíg mindez egy csomagban van, nehéz külön választani őket. Bontsd hát ki a csomagot, tedd ki az oltárra, és vedd szemügyre, hogy mi van benne. Mindjárt látni fogod, hogy van ott egy sötét hegyi kristály, amely a különállóságról, az elszigeteltségről tanúskodik. Amint a fényoszlop ragyogó fényébe kerül, a kristály egyre világosabb, egyre fényesebb lesz. Lassan teljesen fénnyé válik, és beleolvad, eltűnik a fényoszlopban. Különállóság nem létezik. Minden fény, és minden a fény része. És most változtasd fényé mindazon hiteidet, amelyek akadályoznak a harmónia elérésében. A többit megcsomagold vissza, és tedd vissza a hátizsákba. Már csak egy kibontatlan csomag maradt a zsákban, egy ibolya színű. Ez tartalmazza mindazt, amihez ragaszkodsz a földi életben. Ezt a csomagot is kibonthatod. Ebben találod meg ragaszkodásodat a családod iránt, a barátaid iránt, az anyagi javak iránt. Senki más nem döntheti el, mi az, amit ezekből meg szeretnél tartani, és mi az, amit elengedhetsz, feloldhatsz a fényben. Neked kell döntened. Dönts bölcsen. Miután fényé és szeretetté változtattad mindazt, ami korábban akadályozott, maradj még egy ideig a szíved csendjében, fényében, szeretetében. Most elérkezett az idő, hogy elhagyd a kis kápolnát,
és az örök nyár kertjét. Könnyedén felállsz, felkapod a hátizsákot, amelynek már alig van súlya, és vidáman indulsz a kapu felé, amely visszavezet a fizikai világba, fizikai szentélyedbe, fizikai testedbe. Szívedben továbbra is ott világít a szeretet fénye, és segíteni fog minden döntésedben, ha kéred, és ha hallgatsz rá. Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy lezárjuk csakráinkat. Most pedig lélegezz mélyebben. Könnyedén mozdítsd meg a fejedet, az ujjaidat, a lábujjaidat. Érezd, hogy ismét ura vagy a fizikai testednek, és tudd, hogy a meditációból az akaratod erejével és mélyebb légzéssel bármikor visszatérhetsz. Most vizualizálj egy 10 cm átmérőjű fénykört, benne egy egyenlő szárú fény keresztel. Helyezd ezt a pecsétet először a fejtetőre. Majd a homlokodra. Helyezd most a torok mélyedésre. Azután a szívedre, a mellkas közepére. Helyezd most a pecsétet a napfonatra, 3 cm-rel a köldök fölött. Majd a lépre, a bal könyököttől kicsit hátrább, kicsit feljebb. Most helyezd a hátgerinc vonalában a kereszt csontra. Végül pedig a hátgerinc tövére. És tudatosítsd magadban, hogy a fény körben lévő fény kereszt védelmet biztosít, és csak a szeretetteljes gondolatokat és érzelmeket engedi át.